Masszív. Jön ki a bozulacsához, azt eltalálja a gyors körül lévőt a kettes kanyarba. Na, jó. Na ugye. Itt a magyar fiú is vár, csak az egyik van itt egyelőre. És oda nem láttalak? De azt mondaná, hogy bocs, de nem láttalak. Csak összehánytam, hogy 33 egyet. De kurva korán fékezek, az a baj. Colin nem kéne. És a Louis-val teszteltünk, és azt néztem, hogy azzal a P2-essel is sokkal később fékezel, te is ezzel sokkal később fékezel. Még futamon elmegy, de... de hát nem áll meg. Hát igen. Itt jó páran még futamra gyakorolnak. Hát ott már egy utolsó hely jó lesz. Top 15 a minimális elvárás csapat szinten. Mindketten top 15-ben legyünk. Utóma meg lesz szerintem, de időben az utolsó. Az a tap nem. Te, vagyis nem, akkor is anyadik lett. 12, nem? Vagy valahogy így. Hát az
bővel jó szerintem. Én oda lőttem be magam. Csak az a baj, hogy nem tudom, pedig cáló volt, azt szerintem nehezebb pálya, de ott sokkal jobban éreztem az autót itt meg olyan, mint ha semmit nem akarna csinálni. Nagyon szenvedős. Mások azt a Martin. Zolikám, hát te itt topzódnál ezerre. Hát ja, végül is. A baj jó lesz az 20 percre. Szerintem spórolni nem nagyon kell majd. Egyben már nem kettő, mi ilyen? Ja. Főha, tessék, ott egy időmérős tükör. 31 meg volt. Nem kettő. Hejjjjj! Stabilitás meg elkerülni a izit, aztán jó lesz. Jaj, az. Hát figyelj, végül is. Víznél nincs itt, szerintem akkor veszélyforrások 50%-a kapásból elmegy. Hú, viszont jó, hogy mondtad amúgy, hogy nincsen izé leszképelés. Mert azt már elfejtettem. Jó, ja, srácok, ja. Ugye mentek ki, bassz, hogy föltartjátok egymást. Hát a Form 1-esek mit össze bénáznak, az hihetetlen. Ja. De hallod, de nem amatőrök most őszintén, most komolyan. Tehát ez, miért kell egymást állandóan föltartani, akkor kimenni, amikor a másik. Most teljesen mindenki a végén akar, de nem az a pár másodpercen múlik. A varrót el akartam engedni, de nem mert megelőzni. Ő is nézte a Forma 1-et. Neki gumit melegít, veszettül.
Jó, hogy elmondom, hogy milyen amatőrök, azt most tudod az, hogy történik a pályán, hogy itt van középen. Bassza meg. Óra előtt megpördül. Fú, de ugye vagyok, basszus. Hát én kieszkeltem. És engedte? Hát engedte csak. Nem tudom, hogy észrevették-e, vagy nem tudom. Lehet, hogy rájtották be az erőt. Az lehet. Én is úgy emlékszem, hogy nem kéne engednie. Ja, mondjuk összetört az autón, de... Még bejöttem volna, de simán elfejtettem.
Két gyorskat mentél? Kettőt akartam. Ja, én is. Az mindig gyorsabb, de elrondottam. Hát, érik egy 9. hely szerintem, úgy látom magamnak. Az első kettő mit csinál, azt nem tudom. 7/10.
18-ig. Pedig tök jó időket mentünk. Első körben megfutottam a egyéni legjobbat, aztán nem tudta javítani. 10 körből se után. Eljavítottam, csak itt a végén csesztem már itt a nagy erőködésbe. Az a baj, benne hagytam több mint 2 tizedet. Hát, akkor is maximum egy ilyen... Aha, 7. hely lett volna. Na, 6. Cső, ez a Malaika, ez is előttem van, meg a Tami. Azok nagyon nudlik voltak Cendorban pedig. Hát ez érdekes lesz itt a mezőn közepén. Legalább lettem volna én is hátrébb. Negyven három liter körülbelül. Tábéla. Én 45-öt teszek be, az kész. Jó.
Na. Húr, izgulok. Ja. Ne legyen valami előttem valami nagy balhé. Hát de legyen. Hát mondjuk legyen, csak elkerüljem el. Kerüljem el. Ez az. Akkor bírja a gépem, remélem. Az biztos fogja. Enyém bírja, akkor tiéd is. Hát néha kevés ez a 1050 Ti. Lassan adni kell 1080-at. Azaz. 16-60 az, az a legjobb most. Jó. Mi van a boxban? Hát igen. Csaba is megjött a új mezőny végére. Bizony. A magyar fiú végére ideért. Hát kéne egy 15. hely valami. Bassza meg, nem cseréltem széket, te hülye vagyok. Úha. Na mindegy, ez rövid futam. Fejfel. Hátul van. Sárga pos és csávó. Nem tudom. Az is késő. Nincs is itt. Hol van? Nem láttam vissza. A meleg elő van. Jaj, jó. Passza meg. Hát őnek, ő most nagyot bukhat, mert ő van azt hiszem a Wiesner mögött a második helyen, úgyhogy hát nem hozza ezt a két futamot. De ha hozza, akkor viszont... Nyomták el, mint az ökör, aztán lehet meg megelőzték a percet. Na akkor esi lesz. De... Ja igen, mert még mindig formésen lepet ír. Nem lesz igényszerűt esi? És mi a francom, basszus? Hát én itt előzgettem meg engem is. Ez az. Hát
Az jó lesz így. Faszta meg, visszaengedtem a gyereket. Nem érsz senki, hogy izére stúlt, én írjam be. Ez miért nem tűnik el a hülye felirat? Az igen. Az igen, ez jó, hát akkor is. De mindenki össze-vissza megy. Na most itt szándékosan belassítottak, úgy látom itt egy páran. Jó, most össze is mentek már egy páran, úgy látom. De nyomni kéne egy izét. Álló rajtot. Be kellett írni, mert nem látják. Nem tudom. Szerintem tuti megelőzték a Bates estét, mert hogy nyomtátok, mint az állat ott elő. Meg nem te, hanem többi. Viszont a hatorlásról meg jó volt. Basszus. Meg volt a székcsere. Épp ugyan indultam. De igen, mert ott is ugye mi az guruló rajt van. Lehet fogadásokat kötni, hogy most jó lesz-e. De a rajt is, előtt is már elég érdekes volt, mert elkezdtek nyomni, mint az állat. Elkezdték nyomni, aztán befékeztek. Én már akkor az egyenes közepén voltam körülbelül. Az egyik srác az majdnem telibe vert hátulról. És akkor egy két másodpercig gurultunk, és akkor elindultak. Csak mondjuk, ha nincsen zöld, akkor mire indultak el?
lassabban mennek, jó, talán jó. Igen, igen, most normál tempóban megyünk. Bassza meg! Bassza meg, már hetediket támadtam, és olyan lassan ment, hogy neki koccantam, és teljesen elcsúszott az autó. Pedig két srácot úgy befűztem a rajt után.
Az meg, hogy pont elém csúszik a gyerek. Basszat. Neki menti. Ja. Nem lesz ebből ból pozícióval biztos. Fálik vagy. Húsz. Fűha. Az igen, kis Csaba már 12. A macsok. Még behozza a másik futamot, az jó lenne. Amikor jobban gondolkodok, hogy bekerültem volna azt a szandát.
Sajnos lenyugodtak itt a kedélyek. Az de jó volt. Jól elkurtam. Aha, teljesen. Tényleg, hogy elkimentem a falnak. Á, fú, basszus, de... Ez fasza volt. Ezt az amatőrébe.
Jó, egy srác kicsúszott. Ott van! Igen! Ez szép! Csak odaértem végül. Ez igen, szép volt. Cső, 13 kör. Hát. Mennyi szóanyagod van? De most már nem látod. 4,5. Ez jó sok. Azt a kurva, egy pontocska. Hogy tartom én meg ott a P1-et? Jó, azért nem tartom meg, de ez egy top 8 azért jó lenne. Hát guruló rajtnál talán valaki oda befurakszik, de többieket megtarthatod. Az a 95 liter, nem? Kb. Hát én 92-t teszek, de nem tudom jól. Ha lehet inkább 93-ot. Ha! Nehogy már azon múljon. A 9. helyet simán elbasztam. Hát, ja. Hű, az ilyen amatőr hibát még azért nem csináltam szerintem. Mindegy, lenyúltam az örül közömért, hogy megtörlöm magam, hallod? Ezt abba a pillanatban, fű, onnan átcsapódtam a falna. És persze, hogy ripityára tört az autó, tehát még véletlenül is egy kicsit ütöttem meg, hanem egy 90 fokba keresztbe állt a kormány.
pont szerzésért megyek. Az a kis Csaba fel tud tenni a 12-re vagy hova. Hát két pontot csak elcsípe. Éljen túl rajta, azt akarom. Micsoda? Éljen túl rajta. Ja, ja. Az Androidban is volt egy első kanyaros, azért másik futón. Hűsen jön a rajta, az ugye? Szerintem. Az is szó. Azt az rohadt gyors. Hogy kikerült. Vissz irányék is volt, de akkor is. Hanyas TC-vel mész? Nem tudom, azt a 4-esre. Ja. Szerintem simán levéded a belső éveket, azt annyi. Ha stabilan tudsz kigyorsítani, akkor ellen tudnak megfogni. Rajtad a világ szeme. Jelent a magyar fiú dobogója. Jó hosszú futam. Pont azért, mert lehet, hogy megelőznek egy három, aztán lehet, hogy elkoptatják a gumit.
De hát amúgy meg azok lesznek ott mellett, akik az előző futon végén, szóval annyival nem lesznek gyorsabbak, egyáltalán gyorsabbak lesznek. Na hát szerintem 21. erről sem indultam még az életbe. Legalább lesz egy kis fun race. Most ott lennék mögötted, akkor tudnám takarítani a környéket. Na jó. Na hajrá! Blue flag! Go, go, go! Jaj, letereled a palvarom a füle. Ennyi volt, ahol köszönjük szépen. Az igen, már itt is vagy mellettem.
Jó, hogy hagynak helyet. Ja. Az igen, mit csinálna? És Csaba bepöccent. Csak hiába olvok, mert úgy se veszik el tőle a győzelmet, vagy nem tudom mit. Ilyen által rá, hogy fiú, szavasamat azt mondom. Szélárnyékba elmennek. Mi lesz velünk kinten a rosszban? Ja. De szép volt. Már megint Tami, te vagy az. Körbe utad az asztal, veszed. Olyan BOP lesz asztalnak. Ja. Miért nem megy el innen? Úgy nyomják a srácok, mint ez lenne a sprint futam. Azt tudod, itt van a egész hég.
A McLaren is elmegy. Fú, mi megy. Kettesével mennek egymás mellett a kanyarba. Hatan mennek előttem, és fú, hallod? Daláló. Is ment a kedve. Kurva lassabb bent az egyenesbe. Hanyadék vagy? 14.
üzenet. Én meg 8. Hihetetlen két futam. Betalál a idés. Meg kell veszem a 16. Mázzeg, már csúszik utolsó kanyarba az autó.
hármas kanyarba bementünk hárman. Nem tudom, hogy féltünk egyet, a négyedik srác, én már rosszul járt. Még akkor már megállni is az autó, meg mindent, bármit csinálni. Tartod a pontszerző helyet? Jó, 15. Valami már lehetne. Semmi baleset, mi van itt? Ja. Azban már előlem is elfogytak. Már csak mögöttem vannak, úgyhogy most már csak védekeznem kell szerintem a verseny végéig. Szép volt Balika. Megérkezett az egyenesbe persze, én voltam belül. És a féktávon egyszerűen berántott elém az autót. Egy ki is raktam.
elém esett vissza. Ez baj, rohadt lassú vagyok. Én is. Ez a pálya nagyon nem feküdt az autónak. Valahogy úgy érzem, hogy ennél csak jobb jöhet. Én bizakodtam az átlat után, hogy... Jaja, az egész jó volt, igen. Egyenesben nagyon keményen lelépnek. Bassza meg. Jól van. Most már én is itt vagyok. Csak ezért van ez szarul megcsinálva, érted? Mert úgy csúszok ki mindig, hogy épp hogy csak hozzáérek valakihez, és egyszerűen elmegy az eleje, és nem lehet valamit csinálni. Tehát még csak nem is az, hogy összeütköznék nagyon valakivel, vagy elrontanám. Volt egy hetedik helyen megint. Itt az asztal. Micsoda? Mindjárt itt az asztal. Jöhet ez a kurva D.O.P. Most rögtön volna. Thank you.
Where's the Brody? El is fasz jól. Ki rakja? Nem hagytam el a pályát. Nem látom, nincs tükör, nem vak vagy mi. Ez a csávot már kétszer megelőztem ezen a futamon, és még most is előttem van. Például a BMW nem nyom le egyenesből. Legközelebb te választasz autót. Hát, ha jól emlékszem, talán még a McLaren jöttet volna a szóba. Szerintem kilépnek a faszba.
törés is szarú van belőle. Jó van.
túltalkolta a gépet. Mennyi? 15 van. Itt el is még két kör lett csak. Nekem is annyi van. Kilencennéggyel kezdtem. Hány százalékos a gumid? 60. Nekem is 64. Akkor srác, hogy rám jött a végén. Ez érdekes. Eddig sehol nem volt, most a két olyan itt van mögöttem. Hát ez... Jó kis 20. hely. Egy pont neked, egy pont nekem. Kemény. Hát ez az. Thank you.
Kalinics vagy ki összeszerz nyert, atya úristen. Csőszor itt ott le a bajáról, szóval gratulálok. Hát az első futamon ott tumultizált mögöttem, azt izé villogott. Közben nem volt az egész, ez nem is volt gyorsabb nála. Lófasz. Atya úristen, mi kell neki? Nem is tudom megóvni, mert lófasz bünti lesz. Nem is erre a futamra adják.